Sziasztok, Besenyei Gábor vagyok, és néhány videóval korábban meséltem arról, mi történik egy könyvvel a megjelenés körül, miként esik kezdőíróként a visszautasítás, most pedig azt mutatom meg, hogyan éli meg az író belülről a könyvbemutatót. Legalábbis én nyilván más élményéről nem tudok semmit, az apropó pedig az adja, hogy nemrég jelent meg a második regényem, a Fejedés folyója, és szinte épp csak kiestem a saját könyvbemutatómról. Az eseményről írtam egy élménybeszámolót is, mondhatni az konkrétan az élménybeszámoló, kattintsatok a blogomra. Itt inkább magáról a bemutatóról és a felkészülésről lesz szó, arról, mit csináltam a bemutató előtti este, mennyire izgultam, hogyan készültem, mire gondoltam a színpadra lépés előtt, mit figyeltem a közönségem. De mielőtt rátérünk a könyvbemutatóra, bemutatom a könyvet, amit bemutattunk. Íme emberek, az Olimpos legyőzése sorozat második része, a Feledés folyója, ami egy görög mitológiára épülő, időutazós, múltban nyomozós, ifjúsági, urban fantasy és kalandregény. És ezt szinte szóról-szóra elmondtam a könyvbemutatón is, úgyhogy most ti is úgy éreztetek magatokat, mint ott lettetek volna. Amit ott nem mondtam el, hogy a történet létté körül bonyolódik, aki egy alvilági folyó és egyben ennek a folyónak az istenasszonya, vagyis Léti a Feledés istennője és a Feledés folyója. Az ővizőből isznak azok a halottak, akik szeretnék elfelejteni a földi emlékeiket, hogy az ne kínozza őket a túlvilágon. A problémát az okozza, hogy Léti mind az isteni, mind a folyó alakjában eltűnik a helyéről, ez pedig megbolygatja az alvilág rendjét, ami nem csak a múltra, hanem a főhőseink ellenére is kiatással van. De ennyit a történetről. Ami érdekes, nézzétek! A Feledés folyója vastagabb, mint a jövő hatosai, én vonalzóval is lemértem, konkrétan fél centi köztük a különbség. És ez miért furcsa? Mert a Feledés folyója rövidebb könyv a maga 408 oldalával, mint a jövő hatosai a saját 420 oldalával. Hogy ez hogy jöhetett ki? Ez vagy az univerzum örök rejtélye marad, vagy vastagabbak a lapok, vagy mit tudom én. Aztán még amit láthattok, hogy a Feledés folyója is nagyon ütős borítót kapott, és úgy látom ez a sárga szín a hátsó borítón és a gerincen végig kíséri majd az egész sorozatot, még ha ez nem is ugyanaz a sárga, mint az előző résznél, de gondoljatok bele, milyen vagányú mutat ez a sárga folt a polcatokon, főleg ha majd még bővül is a sorozat, vonzaná a tekinteteket, az már biztos. De most már haladjunk a könyvbemutató felé. Például, mikor kezd izgulni az ember? Tud-e aludni előtte való éjszaka? Én igen, nagyon is jól. Biztos vannak olyanok, akik annyira tartanak a nyilvános szerepléstől, mert napokkal azelőtt ráporáznak, de ha más nem is, az elmúlt év adott annyi rutin nekem, hogy ugyan az izgulásom nem múlt el, de jelentősen eltolódott. Ha van valami fellépésem, előző nap még egyáltalán nem parázok miatta, sőt, mostanában már nagyon közel kell kerülnöm a konkrét eseményhez, hogy rám jöjjön az izgulás. Akkor mégis mivel töltöttem a bemutató előtti éjszakát? Hát felkészüléssel. Úgy, mintha egy dolgozatra készültem volna. Nem tudom, az igazi profik hogy csinálják ezt, biztos kirázzák a kisújból, de én még vagyok annyira rutintalan, hogy egy ilyen beszélgetés előtt össze kell szednem a gondolataimat. Próbáltam végigvenni a lehetséges témákat, fejben megválaszolni az előre látható kérdéseket, és elolvastam legutóbbi interjúimat. Ez utóbbi vajon mennyire furcsa? Másnap többen is felvetették, hogy nekem igazából nincs mitől tartanom, sem akkor, amikor élőben jelentkeztünk be Facebookon, sem a beszélgetés alatt, mert én videózok. És ez nagyon sok előnyt jelent, felkészít az ilyen szereplésekre. Hát nem. Itt annyiszor veszem újra dolgokat, ahányszor akarom. A videózás nem ösztönöz arra, hogy egyből jól csináljam a dolgokat, hanem elkényelmesít, és elhiteti velem, hogy következmények nélkül hibázhatok. Amióta videózok, talán még rosszabb vagyok az ilyen éles helyzetekben, mint korábban. Amúgy ez egy páros könyvbemutató volt, és közösen nyomultunk Demi Kirchnerrel. Mindkettőnknek a második regénye jelent meg, és tavaly is együtt bemutatóztunk, szóval a környezet és a szereplők ismerősek voltak, és én kifejezetten örültem a dupla könyvbemutatónak. Mert hiába a második regény, rutintalan vagyok, és nem biztos, hogy el tudnék vinni a hátamon egy egész bemutatót,
így meg megoszlik az idő és a felelősség is. Ráadásul az izgulós részt azzal is elodázhattam, hogy az egész bemutató a könyvmagyarázó kétnapos könyvkarácsony rendezvényének a keretein belül zajlott, és minket megelőzött két másik bemutató is. És amik ezek tartottak, ismerős arcokkal találkoztam, más írókkal beszélgettem, szóval a figyelmem máshol járt. De az utolsó percekben a laza csevegések már csak látszatra lazák, egyre többet nézel az órát, mert tudod, hogy mindjárt kezdtek, közben próbálsz belesni a közönség soraiba, kevesen vannak, vagy sokan, és mivel ez egy páros könyvbemutató, próbálod megtippelni, hogy vajon miattad is jöttek, vagy csak a társad miatt, és ha a végén dedikálásra kerül a sor, vajon szégyen szemre mindenki hozzááll, majd sorba hozzád meg senki sem megy. Aztán meghallod, hogy itt az idő, és elindulsz a színpad felé, és amikor elmúlsz a közönség előtt, rájössz, hogy innen már tényleg nincs visszaút, és csak abban reménykedhetsz, hogy nem esel el a saját lábadban. Persze semmi esés nem volt, szépen leültünk, és vártuk az első kérdést. Illetve nem tudom, Demi, hogy volt vele, én azt is vártam, reméltem, hogy ő kapja majd az első kérdést. Ez azért jó, mert nem te szólalsz meg először, hallod beszélni a másikat, te is hangulatba jöhetsz, belerázódhatsz, anélkül, hogy bármit is mondanál. És tényleg Demi kapta az első kérdést. Az én belelendülésem viszont sajnos elmaradt. Nem is jöhetett el. Amióta ilyen rendezvényekre járok, kicsit mindig tartok attól, hogy pont akkor fogok lebetegedni, amikor színpadi jelenésem lesz. És ez most egy önmagát beteljesítő jóslatként be is következett. A betegségen igazából már túl voltam, de a hangom még nem volt az igazi, nem volt olyan csengő-bongó, mint most is. Gyakran köszültem a torkom, és voltak olyan időszakok, amikor küzdelem kellett azért, hogy egyáltalán ki tudjam mondani a szavakat. Egész délelőtt egyre másra szedtem a negrót, neocitránt ittam, és ez rányomta a bélyegét a színpadi jelenlétemre. Én alapból, nem tudom, feltűnt-e már nektek, de elég gyorsan beszélek, és nagy koncentrációt igényel, ha ilyen helyzetben nyugodt, élvezhető tempóra akarok váltani. Most viszont úgy éreztem, hogy orból beszélek, abban sem voltam biztos, hogy nem megy el a hangom egy hosszabb monológ után, és valahogy elengedtem a koncentrációmat, és minden gyorsan akartam elmondani, amíg még képes vagyok beszélni. Mások azt mondták, hogy ez nem volt feltűnő, de mi mást is mondhattak volna. De tegyük fel, igazuk volt. A baj, hogy ezek miatt én mégis rosszul éreztem magam a színpadon. És ebből a közönség nem vett észre semmit, az nagyon jó, az én élményemet mégis rombolta. Mert én élvezni akartam a helyzetet, mert azért nem tartok minden héten könyvbemutatót. De nem baj, majd jövőre. Ennek ellenére az idő nagyon hamar elment a színpadon, és most nem nyomasztottak utána olyan gondolatok, hogy melyik kérdésre milyen választ kellett volna adnom. Persze volt olyan, hogy elkezdtem egy mondatot, aztán teljesen más mondtam ki, mint amit akartam, és néha választottam, hogy milyen kérdésre válaszolok, de az ilyesmi előfordul. Emellett, mármint amellett, hogy emberek jönnek azért, hogy téged meghallgassanak, számtalan nagyszerű élmény éri az írót egy-egy ilyen alkalommal. Például tök jó, hogy felismersz valakit az előző regényed bemutatójáról, aki most is megtisztel azzal a bizalommal, hogy megveszi és dedikáltatja a második részt. Szóval nagyjából ilyen volt odafent a színpadon, beszélni magamról és a feledés folyójáról. A többi könyvbemutatós élményét kattintatok a blogbejegyzésemre, és persze illetkozzatok fel a csatornámra, én magamhoz képest nagyon hamar visszatérek majd, és azt hiszem hozok majd egy nyereményjátékot is. Addig is boldog karácsonyt, sziasztok!